Az úr pedig mondta, te szánod a tököt, melyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, és amely egy éjjel támadt, és egy más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, melyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és baromi sok van. Jónás könyve 4. fejezet 10. 11. versével, tulajdonképpen ezt a rövid profétai iratot lezáró utolsó két verssel szeretnék jó reggelt kívánni, hogy amikor Jónást figyelmezteti az Isten hogy megtörtént veled, Jónás, hogy kivonultál Ninivéből, egy tök hűs levelei alá jutottál, oda telepettél le, mert a sivatagi forróság elől ide menekültél, és aztán jött egy féreg, megrágta a töknek a gyökerét, és a tök elhervadt, és nincs, ami árnyat tartson a fejed föl és rendkívüli módon szánod ezt a kis növényt. Hát egy kis növény szánsz, akkor nem szánod az állatokat is? És főleg nem szánod az embereket is? Íme, a szerves világ, a növények, az állatok és az emberek világa két versben összetalálkozik váratlan helyen a Biblia egyik kis profétai iratának a legvégén, de valóban úgy át kell gondolnunk, hogy hát a növényeket is szányuk persze, hogyha elhervadnak, nem a legszebb látvány, amikor egy féreg megrágja egy szép növénynek, akár virágnak, akár egy termő növénynek a gyökerét. Nem valami jó dolog látni a lekonyulást, meg a lehervadást még erősebb érzések vesznek birtokukba, akkor, amikor látjuk az állatoknak a, a, szenvedését, kiszenvedését az utak mentén, a vergődő macskákat, kutyákat, amelyeket elgázoltak a sokszor oda nem figyelő autósok, vagy a kis őzikét, aki kirobbant egy bokorból, és nekiütközött egy autónak, és az odavágta. Szóval nagyon sok alkalommal úgy, úgy, úgy olyan megdöbbenünk, és úgy átérünk, a, a, halált, mások halálát, növények, állatok halálát is, de miért nem szánakozunk a 12-szer tízezer emberen is? Mennyire megszégyenítő dolog ez. Ma nagyon sok állat van a világon, és az állatok szenvedése valóban szintén egekbe kiáll, de az emberek szenvedése talán nem. Ez a 120 ezer ember, aki itt van Ninivében, aki nem tud különbséget tenni a jobb és bal keze között, majdnem olyanok, mint az állatok. Lehetne ezt is mondani. De Isten elküldi hozzá a profétát, mert, mert még nem teljesen süllyedtek le arra a szintre, a 20. századi magyar költő is azt mondja Radnóti Miklós, hogy jó az ember az állatok alja. Még van bennük lelki is, mert lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Ismét Radnótit idéztem a Majális című verséből, és olyan mélyen érzékelteti ez a költő, hogy küzdenünk kell az emberekért, mert az ember nem tudja teljesen eltaposni a lelkiismeretét, nem tudja teljesen kioltani a tudatát. Azért az ember több, mint egy tők, az ember több, mint egy barom, az ember a legelveszendőbb állapotában is olyan valaki, akiért még lehet küzdeni, akiben ott van a remény, mert hát Manassé király is 55 évi gyalázatos élet után tért meg, legyen ez mindannyiunk számára figyelmeztetés a növények szenvedéséről, az állatok a barmok szenvedéséről, de az emberek legnagyobb szenvedéséről, mert a legnagyobb emberi szenvedés nem a testi szenvedés, hanem az, amikor nem tudjuk nem tudják az emberek, hogy miért is éljenek. Ezért küld Isten jónásokat Ninivébe. Nagy Ninive az egész világunk. De vajon menni akaró jónások vagyunk, vagy ott szeretnénk ágyat vetni magunknak a hajónak a fenekén? Ez a kérdés mindannyiunk számára, és nem csak egész életünkre nézve hanem a mai napunkra nézve is.